Köszöntöm Önöket, ez már a mai a hétfői paletta. Bízom benne, hogy mindenkinek kellemesen, pihenősen, főzősen vagy sportosan telt a hétvége. Engem kifejezetten megettek a szúnyogok szombaton este Verőcén, úgyhogy viszkedtem nagyon, de ilyenkor nem szabad vakarni, X-et kell beletenni, ugye, hát vagy tejföllel bekenni. Egyiket sem választottam, inkább tűrtem, fog összeszorítva, és fronthatás van, úgyhogy ha kicsit bágyadtabbak a kelleténél, akkor ez annak köszönhető, hogy frontok jönnek, mennek, és már is kezdjük a mai palettát, hogy milyen témákkal készültünk már a Önöknek. Nem sokára elveszünk Rabál mesevilágában, pár perc erejéig, ugyanis lesz előadás, méghozzá Veresegyházon, hogy melyik művéből, nem sokára megbeszéljük, aztán jöhet egy kis sport, méghozzá gátfutás, és végül, de nem utolsó sorban, gyerünk Gödöllőre randevúzni, méghozzá barokk randevúzni. Már kezdünk is. Azt említettem, hogy elveszünk egy kicsit Rabál mesevilágában, mert hát Rabálnak van egy sajátos mesevilága. Ugorjunk le egy sörgyárba, és nehogy Carpaccio-t mondjak, hanem Capriccio-t mondjak. Igen. Július 30-án a Mézesföldi nyáron mutatja be a Veresegy Színház Rabálnak a Sörgyári Capriccio című darabját, amely hát egy, biztos, hogy nagyon sokan ismerik a filmet. A Mentzel. Ez egy kultfilm, a Mentzel-féle kultfilm. Ugye Mariska, Pepin bácsi és Francinnak a története, és ez az egész mesevilág, ez így 100 évvel ezelőtti, még a Count K korszakában, vagy még talán egy kicsit korábban is. Hát egy csehszlovák filmről beszélünk. Így van, ez egy csehszlovák film volt, és hát ezt próbáljuk nem reprodukálni, hanem annak a világát megidézni, amit egyébként Rabál a maga líraiságával, a regényeiben, kisregényeiben olyan gyönyörűen képvisel, és ez egyébként több regényből íródott, Bognár Robert és a rendező Slanger András segítségével, a Díszgyász, a Gyöngéd Barbár, maga a Capriccióból. És annyit hadd mondjak még el, hogy talán van, aki ismeri a nézők közül Ivo Krobot nevét, vagy találkozott már vele. Ő a Brünoi Színi Akadémiának a rektora most, és ő a legnagyobb színházi Rabál ismerő és feldolgozó és rendező, és ő az, aki hát elég régi kapcsolatunk van vele, és ő azért nagyon sokat segített ennek a példánynak, magának a szövegkönyvnek a kidolgozása. Hogy jött létre a szövegkönyv, maga a dramaturgia, és hogy milyen exkluzív díszletek lesznek, majd beszélünk mindjárt róla. Részt venni egy Rabál műben azért az egész jó. Hát igen, az egy nagy ajándék. Főleg azért, mert hogy ez az egész rabali világ azért rendkívül magyar világ is. Tehát a mi lelkünkhöz, a nagy magyar... Erről nekem mindig a dobozolás jut eszembe egyébként. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Itt a közösség, az együttlét, az együtt dolgoknak a létrehozása az rendkívül fontos, és rendkívül fontos a jókedv, a derű, a felszabadultság. És ezt mi jelentős mértékben meglőjük azért mindenféle trükkökkel. Annyit talán elárultok ebbe a dologba, hogy én magam játszom Rabált, körülbelül, aki ezt elmesél. Kicsit hasonlít az is. Abszolút, és főleg a magasságom, de hogy ez körülbelül tart az 5. percig, mert onnantól kezdve a gyerek Rabált játszom, és ez egy nagyon izgalmas történet lesz, hogy ott állok majd szakállasan, rövid nadrágban, és egy olyan korú fiatal ember játssza az apámat, aki egyébként meg a gyerekem lehetne. Az lenne a legszebb, hogyha akkor azt a kétszer, nem tudom, 50 percet guggolva kellene végigcsinálnod, hogy azért a magasság meglegyen. Azt nem, de elárultam, hogy rollerem lesz. Ó, egy kicsit áthelyezzük mégis a jelenbe a dolgot. Földes Eszter is szerepel benne, ha minden igaz, és akkor a díszlet oly módon alakul, hogy majd maguk pakolgatják ide-oda? Igen, ez egy hát tulajdonképpen ez egy totális színház, mert az a kisváros, ahol megállt az idő, ugye ezt így jól mondom, tehát ez a Rabáli alapvetés, ez a kisváros elevenedik meg, és ennek azért van nagyon sok szintere, van a kocsma természetesen, van a bordélyház, van a sörgyár, udvara, sörgyár, sörgyár iroda, hálószoba, és még ezer egy helyszín, és ezek másodpercek alatt fognak átalakulni, és a zenés az előadás, sőt cseh
kuplékat fogunk énekelni, és a színészek fognak zenélni, jó magam Mészán Kürtön fogok játszani, de szóval hát egy ilyen nagyon izgalmas világ lesz, ami szerintem nagyon illeszkedik a Hrabaligon. Mert hogy most te is szerepelsz az előadásban, felbukkansz benne, neked ezen kívül még Szegedi Nemzeti Színház van? Nem, Szegedi Színház, Nemzeti Színház már régóta nincs, Szegedi Pince Színházban szoktam időnként felütni a fejemet és játszani, rendezni. Idén is készülünk majd a nyár hátra lévő részében ott is dolgozni, de nekem a főcsapása olyannyira a Veresegy Színház, hogy 3 éve oda is költöztünk, tehát ilyen napi kapcsolatban vagyunk. És Veresi lettél? Veresi lettem, ja, tehát erdőkertesi, és idén nyáron a fesztiválon tulajdonképpen én azt hiszem 5-ször leszek látható színpadon, ez 4 különböző előadásban. Melyik a következő 4? Fel tudod most sorolni, vagy meg kéne nézni a naptára? Majdnem, mert közben még folyamatosan utazunk is, de lesz például Ózunk, amit tavaly mutattunk be. Semmit te rendeztél. Írtam, rendeztem, játsztam, igen. Mi lesz? Hát nagyon sok minden lesz. És akkor itt a következő kérdés, hogy mivel készültök a Mézesvölgyi nyáron? Elindult már a szezon, ugye? Igen, most egy csomó előadás lesz. Most mutattuk be a Mézesvölgyi nyáron a Nők az ideg összeomlás szérint. Ez premier volt, ez most szombaton volt. És ugyanezzel fogjuk zárni augusztusban, de lesz Csíkzenekar koncert, amely azért érdekes, mert LGT dalokat adnak elő Presser Gábor Karácsony János részvételével. Lesz egy Honey Beast koncert, ezek a koncert részei. A Menopauzát játsza, a Játékszín, a Primadonnákat, a Győri Nemzeti Színház, a Hadszínteátrumhoz egy nagyon érdekes produkciót Bödös Tibor írta, a Meg sem kínáltak című Kocsmáriát, amely Túróci Szabolcsnak lesz a One Man Show-ja. De hát az Orlai Tibiék hozzák a Válaszfalakat, Kern András a Hernádi Judittal, illetve a Veresegy Színháznak 5 vagy 6 előadása, a Rövidzálata, a Pletykafészek, a Csoportterápia, az Acél Magnóliák lesz most vasárnap, összesen 18 előadással készülünk, és hát eddig úgy néz ki, hogy ez most nagyon tetszik a közönségnek, hogy újból lehet színházba menni, és mert hát hál' Istennek az első előadás, ez például Pócékes Tártház volt, 1400-an ültek bent. Szóval a Mézesvölgyi nyár elindult, és akkor július 30-án, tehát Sörgyári Capriccio, Monsieur Hrabal, Szárnykürtös úr, köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba, kellemes további szép napot nektek. Köszönjük. Mi köszönjük szépen. A Sportrovat támogatója a MOL. Olyan egyszerűnek tűnik egyébként, eldördül a startpisztoly, aztán fut, ugrik, fut, ugrik, fut, ugrik, vagy 100 méteren, vagy 60 méteren, de hát ennél nyilván sokkal jobban kell koncentrálni, és megfelelő felkészülést igényel. Hogyha az ember megy a tokiói olimpiára is a technika segítségével, itt van velünk a vonalban Kozák Luca gátfutó. Szia, Luca! Szia. Szóval, hogy nem ilyen egyszerű, hogy fut, ugrik, ugye? Nem, meg főleg ugye azt szokták mondani, hogy az a gátfutó, aki ugorja a gátot, az nem jól csinál valamit, hiszen nálunk az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben a súlypont emelkedése nélkül átfuss a gáton. Hát átsiklasz rajta, mint hogyha motorozol, húzol egy kövérgázt, és akkor egy ilyen kis buckán hirtelen, vagy nem tudom mélyedésen átlendül a motor. Igen, igen. Közelmúltban egy csomó helyen voltál, megmérettetted magad, volt Finnország, volt Savona, volt Debrecen, Gyula István Memoriál, és hát megvan a kvóta, gratulálok! Köszönöm szépen. Igen, így mentünk neki a szezonnak, hogy szeretném minél hamarabb megszerezni ezt a kvótát. Én nagyon örültem, hogy már szinte az első versenyemmel sikerült, úgyhogy onnantól kezdve nagyon nyugodtan tudtunk készülni, és tényleg csak az olimpiára kellett fókuszálni. Ilyenkor, hogyha megvan a kvóta, és tudod, hogy ott leszel, akkor egy kicsit megnyugodtál, és akkor rápihenés van, és majd az olimpia kezdete előtt 2-3 nappal kezdesz el stresszelni, vagy ilyenkor azt mondja az edző, hogy na, Luszáska drága, akkor most már innentől mindent bele nincs lazítás. Inkább ez a második, hogy minden bele nincsen lazítás. Ugyanakkor tényleg jó, hiszen mindent úgy tudtunk tervezni, hogy nem kell gondolkozni, hogy mit hogyan csináljunk, csak hogy tényleg az olimpián legyek a legjobb formában. És stresszelni nagyon nem szoktam, úgyhogy még egyáltalán nincs bennem ez a negatív érzés, és nem is nagyon lesz. Szóval fel egy nagyon erős várakozás, hogy tényleg már lassan másfél hét, 2 hét múlva indulunk.
Úgyhogy én nagyon várom, és nagyon izgatott vagyok, hogy milyen élmény lesz. 100 is lesz, meg 60 is lesz? Nem, csak 100 gát. Felett pályán van 60 méteres gátfutás, szabadtéren nekünk csak 100 gát van. Jó, hát nem vagyok ennyire profi gátfutásból. Olyankor, amikor az ember például mondjuk rossz szót hall a starterbírótól, nem azt hallja, hogy set, hanem azt, hogy stand és feláll, olyankor mit érez? Igazából eléggé tapasztalt vagyok, úgyhogy tudtam, egyből, hogy felálltam, hogy itt nem kiugrottam egyszerűen, csak valami nagyon furcsa dolog történt, nem volt még ilyen velem. Egyből mentem a versenybíróhoz, hogy én már pedig azt hallottam, hogy stand, és szerencsére egy nézett rám, én néztem rá, aztán jót mosolygott, odajött hozzánk, és akkor mondta, hogy jó, akkor legközelebb azért jobban figyeljek, de tényleg ez is ilyen tapasztalat, meg rutin szereztem már, úgyhogy nem estem kétségbe. Ez hol történt egyébként? Melyik versenyen? Ez Turkuban, Finnországban. Az volt nem régen, ugye? Igen, június elején volt. Na és akkor nézzünk előre, másfél hét múlva körülbelül indultok Tokióba, és nyilván délelőtt edzés, délután edzés. Most akkor mire számítasz, mit szeretnél? Nyilván mi azt szeretnénk, hogy akkor azt az aranyérmet akasszák a Kozák Luca nyakába. Ezt én is nagyon szeretném. Most a következő állomás az holnap lesz a Gyula István Memorial Székesfehérváron, utána viszont már egyértelműen csak az edzésekért lesz a főszerep. Ilyenkor már nem úgy kell elképzelni, hogy nagyon kemény minden nap meghalunk edzés van, inkább tényleg ilyen finom hangolások, formaidőzítés, de azért nem szabad teljesen felkönnyülni még, hiszen csak július 31-én fogok rajtozálni. Finom hangolások, nincs nagyon kőkemény edzés, az azt jelenti, hogy akkor nem kell fél maratont vagy maraton futnod napról napra, hanem az van, hogy naponta, nem tudom, 5-6-7-szer végig futod a 100-at, és kész. Én fél maraton sose futottam, és nem is fogok, az egyszer biztos, úgyhogy ez nagyon nem az én világom. De igen, inkább így kell elképzelni, hogy rövidebb, gyorsabb, minőségi munkát végzünk. Na és akkor gyerünk Tokióban minél jobb helyen végezni. Közben egyébként mi a helyzet a kémiával? Én vegyészként végeztem, decemberben szereztem meg a diplomámat, úgyhogy ez most kicsit így a háttérben van szorulva nyilván. Most a sporté a főszerep, de büszke vagyok rá, hogy meg tudtam csinálni, és tényleg van egy vegyész diplomám. Nincs azzal semmi baj, hogyha az ember vegyész. Mondjuk nem értem, hogy miért akar az lenni. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából időközben rájöttem, hogy hosszú távon nem tudom magamat elképzelni egy laborban, de nagyon szeretem, nagyon érdekel, és tényleg nagyon jó éveket töltöttem a Debrecen Egyetemen. Szóval, hogy benne vagytok még az edzésben, 6-7-szer naponta végigfutod a 100-at, és nyilván ne boruljon fel a gát, és nyilván Tokióban a lehető legfényesebb érem kerüljön majd a nyakadba. És hogyha még előre felé nézünk, vagy egyáltalán bírsz még előre felé nézni, vagy most ilyen idézőjelben vizsgadruk vagy olimpiadruk van, hogy az olimpiáig látok, és hogy utána mi lesz, azt fogalmam sincs. Nyilván most elsősorban az olimpia a legfontosabb, de azért látok tovább is, hiszen jövőre VB meg EB is lesz, valamint ugye 2023-ban Budapest rendezni majd a világbajnokságot, ugye az is egy ilyen fontos állomás lesz, de nyilván most jelenleg csak Tokióig látok. Egy legeslegutolsó kérdés a végére, ott leszel Tokióban, és legyen bármi az eredmény, már most szorítunk neked, és persze legyen minél fényesebb, tetoválás kerül utána föl? Szokták az olimpikonok. Igen, tervezem, már megvan a helye is, úgyhogy, de nyilván ezt majd csak szezon után fogom, amikor egy kicsit úgy nyugisabb lesz a menetrend. Hát akkor mindent beleszázon, egy se boruljon föl, és az aranyérem legyen ott a nyakadban. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt voltál szépen. Velünk. Kellemes felkészülést, szia! Köszönöm, szia! A Sportrovat támogatója a MOL.
Azt említettem a műsor elején, hogy persze megyünk majd egy kis rabálmese világot megbeszélni, aztán lesz egy kis gátfutás, ebben mind a ketten nagyon jók lennénk. Ez a biztos. És akkor gyerünk Gödöllőre barokk randevúzni, ez talán menne. Igen. Sőt, neked menni is fog 17-e, 18-e? 17-18, igen, július 17. Már a negyedik alkalommal, vagy hogy van a negyedik, ez? Igen. Na mit tudjunk erről? Mi ez a barokk randevú? Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kis fesztivál. Igazából a legelején úgy indult az egész, hogy a barokk jegyében telik az összes koncert, és mostanra eljutottunk oda, hogy az elmúlt 4 évben igazi nagy-nagy műveket már eljátszottuk, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mivel is tudnánk egy kicsit jobban megfűszerezni ezt a dolgot, és a crossover jegyében fog telni ez az év. Az azt jelenti, hogy nem csak barokk, hanem újítunk egy kicsit a dolgokon, például Mozartot is játszunk, és két nagy eleme van ennek a kétnapos fesztiválnak. Az egyik az július 17-én a Swing Me Amadeus előadás. Ez a Swing a la Django zenekaromnak az előadása. Itt Mozart leghíresebb áriáit, opera áriáit dolgoztuk át swingbe, tangóba, jazzbe, bossanovába, és gyakorlatilag H. Bettler András a rendezője ennek az egésznek. Ő el is meséli azt, hogy Mozart mire gondolt akkor, amikor megírta mondjuk az áriákat, és ez miért lehet ezt szépen belerakni a 21. századi zenébe. Van ennek két gyönyörű hangú énekese, ezek szintén popzenészek, Horányi Juli és Magyar Bálint a két énekes, és direkt a popból válogattunk, hogy még ezzel is csavarjunk egyet. Ez a 17. Ez a 17. Lesz egy ingyenes, meg lesz egy ilyen kicsit más jellegű, ugye? Igen. És még mielőtt a 18-ai programokról beszélünk, azelőtt, amit most láttunk és hallottunk, az egyébként nem lesz. Tehát, hogy ez azért nem. Egy más Nem, ez egy nagyon-nagyon érdekes kis újítás volt, amit csináltunk, ezt tegnap raktuk fel egyébként, és nagyon jó barátunk Vida Józsival csinálunk közösen a fogadhajtó EB-re egy zeneszámot, és próbáltunk erre nála Bicskén, és akkor jött az ötlet, hogy van itt egy fantasztikus traktora, és mi lenne, hogyha a dobnak azt használnánk, és játszottunk rá egyet, úgyhogy ez pont egy ilyen alkalom volt, hogy ezt eljátszottuk, de tehát a crossoverben ez is belefér, de nem ez lesz, tehát Mozartot fogunk crossoverben. Az a barokk randevú, ez az pedig a Swing a la Django legújabb dala, de a Swing a la Django is megjelenik a barokk randevún, csak másféle zenét fog játszani. Tehát mi játszunk a Mozartot, másnap pedig 18-án, amikor a második napja van a barokk randevúnak. Nem a kérdést, egyből mondom. De ezt már megszoktuk egymásra, szerintem úgy is tudom, hogy fel vagy készülve egyébként mindenre. Tehát a második nap az pedig Bachnak a jegyében telik, és egy igazán érdekes és egy formabontó előadás lesz, aminek a premierje lesz. Bach, Főbusz és Pán párviadalát csináltuk meg úgy, hogy ez egy 3/4 órás mű volt eredetileg, csináltuk bele dramaturgiát, még 3/4 órát, és a legnagyobb újítás, ami az én ötletem volt, és Weiss Nándor, a Nemzeti Filharmonikus Zog zenésze készítette el, elektronikát hoztunk a Bach zenéje alá, és a recitatívokba pedig rappet tettünk bele, úgyhogy kemény Zsófi szövegeivel, igen, és fantasztikus szereplőkkel fogjuk ezt előadni, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és nagyon izgalmas ez az egész, mert Bachot így még szerintem nem változtatták meg, nem változtattunk maga a zenei formán, de az elektronikával megspékelve és maga a recitatívokba belerakva az, hogy rappet rakunk bele, így lett szerintem 21. századi, és egy nagyon-nagyon izgalmas mű jött szerintem létre ebben. Szóval július 17-én és 18-án, igen, tehát barokk randevú Gödöllőn. Köszönöm szépen. Királyi kastélyban. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, kellemes további szép. Köszönjük neked is. Ennyi volt mára tehát hétfőre a paletta. Július 5-e van, ennyit engedjenek meg nekem. Édesapámnak ma van a születésnapja. Apa, boldog születésnapot. Holnap találkozunk a szokott időben, és igyanak sok vizet, mert megint itt van a nagy meleg, igazi nyár van. Szóval holnap találkozunk, ezért csokkolom, viszontlátásra.